Sziasztok! Ebben a videóban a centerlokkos tárcsafék le, illetve visszaszerelését fogom nektek megmutatni. Igyekszem a lehető legjobb fénnyel és mindennel dolgozni, hát meglátjuk, hogy milyen lesz a minőség. Vágjunk is bele! Ugye adott egy centerlokkos tárcsa. Amit ezekről tudni kell, az az, hogy a levételikhöz gyakorlatilag ugyanolyan szerszámra van szükség, amivel ugye a túloldalon, jelen esetben ugye ez egy hátsó kerék, a kazettás lenckeréksort tesszük vissza, illetve vesszük le. Úgyhogy ilyenben mondjuk a Shimano egy picit segített nekünk. Nézzük is, hogy hogyan néz ez ki. Elsőként el kell távolítanunk a gyorszárat. Én azt szoktam javasolni, hogy azonnal a gyorszárnak ugye a rugóját, illetve a végét azonnal tekerjük össze, nem kell csutkára, csak annyira, hogy nehogy elveszítsünk belőle valamit, felesleges lenne azért újra elindulni és körbejárni a világot, hogy találjunk egy hasonlót. No, tehát ugye itt van centerlokkos tárcsafékünk, nem titok, azért centerlokkos a neve, mert itt, ahogy látjátok, itt van egy záróanya. Ezt a záróanyát kell eltávolítanunk, mégpedig ezzel a szerszámmal. Szintén kerékpárboltokban beszerezhető, annyira nem egy nagy tétel. Én javaslom, mert ezzel azért lényegesen könnyebb minden ilyen jellegű procedúra, főleg, hogyha azért olyan kerékpáratok van, ami már kazettás lenckeréksorral, illetve tárcsafékkel szerelt. Én azt gondolom, hogy akkor már ez a nagyjából 1000-2000 forint közötti összeg hát annyira talán nem osz, nem szoroz. Jó, úgyhogy egy ilyet én mindenképpen javaslom. Illetve még egy gondolat, én mindenképpen javaslom a csapos kialakítást ebből a szerszámból. Jó, úgyhogy kezdjünk is hozzá. Szóval, ezt ugye napra egy picit máshogy állítani. Jobban lássátok. Tehát ide fogjuk csatlakoztatni. Ez tökéletesen belepasszol. Így. Láthatjuk, hogy már benne is van. A csap meg fogja akadályozni azt, hogy ez kiessen, és itt pedig a fogak ugye tökéletesen passzolnak, tehát gyakorlatilag nincs más dolgunk, mint kihajtani a féktárcsánkat. Nézzük akkor. Meg is indult. Az elején egy ilyen pici furcsa hangot fogunk hallani, ne ijedjetek meg tőle. Így engedi ki. És gyakorlatilag ott tartunk, hogy a záróanya szépen jön le. Ennyi. Jó, záróanya lent van. Most nincs más dolgunk, mint egyszerűen a féktárcsát levesszük. És készen is vagyunk. Nyilván, hogyha cserére vagy bármi hasonló okból szedtük le, akkor ugye a procedúra ugyanaz, nyilván visszatesszük a féktárcsát, záróanyát, gyorszárat, és mehet vissza a kerék. Ez, azért azt megmutatom még, hogy hogy tudod visszatenni. Tehát itt belül látszódik, hogy gyakorlatilag teljesen résmentesen beillik a helyére. És akkor innentől kezdve igazából már semmi más nem kell csinálnunk, mint fogjuk,
és óvatosan, nehogy ferdén hajtsuk be, ugye, behajtjuk a záróanyát. Mivel ez egy eléggé vékony, pici kis felület, én szoktam javasolni azt, hogy nyugodtan használjuk a kis kulcsunkat, mert ezzel sokkal egyszerűbben be tudjuk tekerni, és amikor a kulcs benne van, akkor fogjuk, és meghúzzuk. Nem kell borzasztó erővel meghúzni, de azért nyilván stabilnak kell lennie. Jó? Úgyhogy nagyjából ennyi, ami érdekes lehet. Szóval, hát remélem, hogy ez hasznos volt, vagy érdekes. Ha igen, akkor iratkozz fel a csatornámra, igyekszem lehetőleg több videót feltenni. Nyilván ez annak függvényében történik, hogy éppen mind dolgozom, de amit úgy hasznosnak gondolok, arról teszek fel videót, és nagyjából ennyi. Jó szerelés, sziasztok!